Ahogy az e imént ide leültem, biztos láttátok, meglepet tapasztaltam, hogy egy ilyen jó kis levegős párnán ülök. Hirtelen eszembe jutott repülőgépes műrepülő múltam, pont olyan rajta ülni, mint egy műrepülőgépen. Soha sincs egyensúlyba. Állandóan tartani kell a fókuszt, tartani kell az egyensúlyt most ezen a párnán. Kicsit erre emlékeztet, és arra gondoltam, hogy valamiféle fajta hasonlat vagy hasonlóság van bennünk is, hogy nekünk is mindig tartani kell ezt, a, ezt az egyensúlyt, hogy önmagától ez nincs meg, és hogy mindig fent kell tartani valami fókuszt azért, hogy valami magasabb rezgés számra vagy egyensúlyi állapotba kell, tudjunk kerülni. És hogy miért van ez, hogy ezt mindig tartani kell? És biztos megfigyeltétek, hogy a fizikai síkon élve, hogyha valamiben nem teszel bele figyelmet, nem teszel bele energiát, akkor ez magától a káosz felé sodródik. Olyan, mintha egy lejtőn ülnénk folyamatosan. Ha ezt a darmatermet nem takarítjuk ki minden nap, akkor simán magától lesz koszos. De olyan, hogy magától tiszta legyen, olyan sosincs. És ez az a napi erőfeszítés, ez az a napi fókusz, amit önmagunkba is ugyanígy bele kell tennünk, és maga a meditáció gyakorlata, ha úgy tetszik, ennek a minőségnek, a harmóniának, vagy az egyensúlynak a fenntartását szolgálja, és folyamatosan tennünk kell. Tehát nincs egy megérkezett állapot, mert abban a pillanatban, hogy abba hagyod a gyakorlást, tulajdonképpen rögtön automatikusan minden el tud indulni a káosz felé. Ez ennek az univerzumnak, vagy ennek a dimenziónak egy törvényszerűsége. Hasonló törvényszerűsége az is, hogy az, amit önmagadból, vagy ebből a világból megismersz, aminek meglátod az asságát, meglátod az ilyenségét, és ezt át tudod látni, azt a bizonyos dolgot azt kézben is tudod tartani. Sőt, akár át is tudod alakítani. Amíg nem látod kívülről, amíg nem tudsz ránézni egy objektív empátiával a saját belső univerzumodra, addig annak leszel sodródó részese következményévé tudsz válni. Abban a pillanatban, hogy erre rá tudsz látni, és meglátod, hogy valójában hogy működik, mindenféle előzetes prekoncepció, hitrendszer vagy valamiféle fajta címkézés nélkül csak azt látod, ami van, attól a pillanattól kezdve kezedbe tudod venni. A meditáció alatt, a meditáció gyakorlatában, az önvaló nézőpontjából, azon gyakorlatokon keresztül, amit ma is itt ö, folytattunk, azon technikáknak a segítségével, rá tudsz látni azokra a belső folyamatokra, amik zajlanak benned, rá tudsz látni az életed mechanizmusaira, átlátod azokat, és ezen keresztül tudod kézbe venni. Ez az, amikor arról beszélünk, hogy képes vagy a karmádat átalakítani. Nincs sehol semmiféle szakállas bácsi, aki egy valamiféle fajta Excel táblázatba irogatná a múltbéli életeseményeidet, és majd jövőre, vagy valamikor a jövőben oda vagy, vagy, valamit oda tesz eléd, hogy megtanuljál valamit. Valamiféle fajta e, egyensúlyi állapotnak a létrehozatalába. Na, te ezt csináltad itt a múltban, na jó, akkor majd, majd tíz év múlva majd megmutatom neked, és akkor majd megtanulod. Nem, szó sincs erről. A karmát te gyártod le magadnak. Azáltal, hogy ez a fajta megfigyelő nézőpont nincs jelen, azáltal, hogy a múltbéli életeseményei lenyomatai és annak determináló következményei az nincs kézbevéve, nincs átlátva, és ezért tulajdonképpen totálisan következményévé válsz. Minden dolgunk, ami történik velünk, az bennünk eltárolásra kerül. Egyfajta lenyomatként vagy emlékként. Ezekből aztán következtetéseket vonunk le, meggyőződések születnek belőle, amiket rávetítünk a világra. És ezeket a meggyőződéseket nem csak, hogy rávetítjük a világra, hanem meg is próbáljuk onnan visszaigazoltatni. Az az úgy élünk, hogy lehetőség szerint a saját világleírásunk, a saját meggyőződés együttesünk valósuljon meg. Mi történik? Amilyen a múltam volt, olyanná válhat a jövőm elég könnyedén, hiszen folyamatosan a múltamból táplálkozva, egy determinációt fenntartva, teremtem újból, újra a jövőmet, de a múltam ö, kondíciói szerint. És ez pontosan addig történik, amíg rá nem tudok látni ezekre a mechanizmusokra, rá nem tudok látni ezekre az önkéntelen újrateremtődésekre. Mert abban a pillanatban, hogy rálátok, átlátom, hogy mi az, ami valójában történik, mint egy röngenkép, rá tudok nézni, és megértem az összefüggéseit, akkor már kézben tudom tartani, és nem kell szükségszerűen. Ezt a mechanizmust tovább folytatnom, azaz nem kell a múltamat továbbvinnem, és a jövőmet a múltammal egyenlővé tennem. Ez az, amikor arról beszélünk, hogy valaki meg tudja változtatni a karmáját. És ez a kulcs, ha valaki megkérdezné, hogy mi értelme van, ha lehet egyáltalán az önvaló nézőpontjából az értelemről beszélni, de mégis mi értelme van annak, hogy itt ülünk és meditációt gyakorlunk akkor ez az, ami nagyon fontos benne. Annak a nézőpontnak a megszerzése, hogy objektíven rá tudjak látni a saját életem mechanizmusaira. Anélkül, hogy azt tudnám mondani, hogy szerintem igaz, nem igaz, ilyen vagy olyan vagy amolyan, csak annak lássam, ami ott, akkor abban a pillanatban ténylegesen van. Ez a gyakorlat, ez maga az a folyamat, amin átmegyünk, és ami meditáció közben feljön, és amivel találkozol, és amit megfigyelsz és átlátsz, az automatikusan már a kezelhető, a kézben tartott mondjuk úgy, hogy kategóriába kerülhet, és amit pedig nem látsz amit nem is tudod, hogy létezik, csak a következményeit viseled az életedben, ami nem, nem átlátott, nem kézben tartott a te életedbe, az az a, az az a terület, aminek viszont a következményévé válsz, és akkor tapasztalhatod és érezheted azt, hogy óó, -ó, valamikor a múltban elhajítottál egy bumerángot, és most 5-10-15 év múlva egyszer csak arcon vágott. Na hát, milyen ez a karma? Ugye most megtanított engem valamire, ha egyáltalán fel tudom fogni, hogy miről volt szó minél inkább rá tudsz látni a belső univerzumodra, minél inkább átlátod annak az asságát, annál kevésbé determinált a karmád, annál inkább tudod az életedet kézben tartani, és annál inkább tudod olyanná alakítani, ami ennek azt valójában tapasztalni szeretnéd. Az a meditáció, amit ma gyakoroltunk itt, egy kérdéshez is hozzáköthető. És ez a kérdés úgy hangzik, hogy ki vagy te Két gondolat között. És ez az, amire nincs válasz. Sem gondolatokkal, sem szavakkal, sem érzésekkel. Gondolatokkal nem lehet gondolatokat leállítani, érzésekkel nem lehet érzéseket feloldani, beszéddel nem lehet a beszédet megállítani. Egyetlen egy lehetőség van, hogy a tapasztalás által nyitom ki ezt a teret azt a pusztán létező nézőpontot, azt a tiszta tudatot, ami a gondolatok közötti térben jön létre, és tapasztalható meg, és ad lehetőséget arra, hogy rátekints a saját életedre, a saját karmádra, és hogy ezt kézbe vedd. Köszönöm.